pokoli nehéz egy bohózatot megcsinálni. Kinkeserves, mert kis apró részleteket, mint hogy hogyan és milyen ritmusba és melyik mondat előtt vagy után csukódik be egy ajtó, ezt nagyon-nagyon sokszor ki kell próbálni. Úgyhogy ez, ha ezt sok, tehát több száz ilyet kell megoldani, az pusztító dolog. Úgyhogy nehéz igazán jó vígjátékot valóban. Szerintem mindennél nehezebb. De ez is adja az élvezetet, ha itt, mint előadásunkkal kapcsolatban sikerül egy olyan érdeklődést kialakítani az összes résztvevőben, hogy ez nehéz, de élvezetes, akkor létrejön egy ilyen rövid, de nagyon intenzív és érezhetően fárasztó, tehát egy jó értelemben vett fárasztó folyamat. Másrészt itt a film, hiszen ugye én játszom a miniszter, tehát egy fiatal szereposztás van, ebből kifolyólag, tehát máshova helyeződnek a tétek meg a hangsúlyok. Ezáltal nyilván, hogy bizonyos helyzetek eltolódnak, hát egy más jellegű irányba. Tehát ugyanúgy a humor forrás az ugyanúgy megmarad, csak bizonyos helyzetekben mástől fog fakadni. A komikum, ez egy szellemes vígjáték, ami egyben egy kicsit krimi is, tehát hogy van egy hosszú expozíció, amit igazából, hogyha azon túl vagyunk, akkor tulajdonképpen egymásra rakódnak, mint a piramisa. A helyzetek, az őrületek, a poénok, a szereplők kavalkádja és az ebből adódó félreértések, konfliktusok. Bízunk benne, hogy ez egy nagyon szórakoztató történet lesz, amit a nézők élvezni fognak. Dacár annak, hogy kifelé milyen könnyednek látszik, azért ez egy ilyen gyártós, rakkolós és nagyon pontos műfaj. Tehát hogy a színészek meg a színpadi személyzet, főként most a színpadi személyzetet külön ki kell emelni, hiszen a technikai effektek azért, illetve egy bizonyos technikai effektnek nagyon komoly szerepe van az előadásban. És hát az, ha nem pontos, akkor az egész előadás nem tud jó lenni, úgyhogy a háttér személyzet is kifejezetten koncentráltan és elképesztő munkát végez. Hát nekünk is nagyon jó csinálni, de közben meg bármennyire fárasztó is azért bennünket épp annyira szórakoztat, mint remélhetőleg a nézőket fogja, hogy igazából nem nehéz dolog ez, mert jó dolog, de ez a végkimenetel az mindig kárpótol mindenért, és most hát én őszinte leszek, így most nyilván közönség előtt még nem ment ez a produkció egy másodpercet sem még, tehát várjuk, ma este már lesz egy kis teszt, ugye a kollégák ma este már bele tudnak kukkantani, holnap este ugye meg bemutató, már amennyiben ez, nem tudom mikor van ez adásban ez az ügy, hogyha a jövő héten akkor már rég túl vagyunk ezen, de lényeg az, hogy most jelen idő szerint holnap este bemutató, és hát én nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle. Szerencsére én azt gondolom, hogy most ugye nagyon rövid volt az időnk, és ez alatt a rövid idő alatt egy nagyon intenzív próba folyamat született. Hát nagyon remélem, hogy sikerül belehelyezkedni ebbe a műfajba 100%-osan, és sikerül a lehető legtöbbet kibányászni belőle.